Szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket és a Színtér mai vendégét, Alföldi Róbertet. Szervusz! Hát kedves Robi, nagyon-nagyon régóta várok rád, hogy én téged itt vendégül lássalak, de a rengeteg elfoglaltság miatt és a sok külföldi és az országon belüli rendezések miatt ez nagyon hosszú ideig váratott magára, de összejött, aminek én nagyon örülök. Tartozom egy vallomással a kedves tévénézőknek, hogy én megismertem egy lángoló, szemű, szőke, göndörhajú 16 éves fiatal embert, akit én zsűriztem, én voltam az egyik zsűritag, egy országos szavaló versenyen, amikor Pilinszky János a Francia Fogoly című versét mondtad. Soha. Akkor mit mondtál? Az apokrifet mondtad. Az apokrifet mondtad, igazad van. Igazad van. Látod, azért ez a pár évtized ezeket így egy kicsit módosítja, de hogy Pilinszky volt, akit te nagyon szeretsz egyébként volt, is, és tudom, hogy azóta is hangos könyv is megjelent, tehát Pilinszky a te egyik kedvenc költőd. Apokrifet mondtad, bejutottál a döntőbe. Ez a Babits döntő volt. Ez a Babits Mihály vers és prózamondó versenydöntő. Igen, és aztán voltunk külföldön Görögországban is. Görögországban busszal, és ott voltak a Havas Judit, a Dorogi Zsiga, a Fehérvári Győző, tehát mi a zsűrita, és ti így együtt, és én azóta figyelem a te pályádat, természetesen, mert azt mondtam... Jó a memóriát, jó régen volt. Hát igen, de hát természetesen ugye a Bárka Színházat és a Nemzeti Színházat is, azt az 5 évet, a rengeteg előadást, emlékszem rá, 2012 a mozgássérült páholyban ültem fönt, és ott voltam a 24 éves nagyobbik fiammal és a 16 éves kisebbikkel, amikor néztük az Angyalok Amerikában előadást, és azt mondtuk, hogy ez az Alföldi mindent tud. Tehát egyszerűen el voltunk tőled ájulva, de most nem csak erről beszélünk, hanem ugye itt van mellettem egy könyv, amit bemutatok a kedves nézőknek, melynek az a címe, hogy Magánügy, és ennek kapcsán kezdenénk talán egy kicsit arról, hogy ezt Csáki Judittal együtt, aki egyébként a te életedet végkíséri, és a Nemzeti Színházi 5 évedről is csinált könyvet, riportokat és fényképek jelentek meg, és a színdarabokról, és a kritikákból, de ez ugye Magánügy. Na, meddig magánügy a magánügy, és meddig közügy a közügy, ugye itt az első oldalban erről is van szó. Te hogy érzed most ezeknek az összefonódását, illetve szétválasztását? Minek? A magánügynek és a közügynek. Ja, Istenem, miket kérdezek korán reggel így gyomorra? Én nem tudok ezekre ilyen nagyon frappánsan válaszolni. Én azt gondolom, hogy a magánéletem az a magánügyem, a közügy az meg ugye mindenkire tartozik, illetve de te döntöd el, hogy egy közügybe mennyire állsz bele, vagy mennyire lépsz bele. Ugye itt írod azt, hogy a tökön... Úristen, ez nagyon ágres, ez is, ne csináljunk úgy, mint ez most jött volna ki ez a könyv. Ebben igazad ez a múlt ezredben volt ebben ez a könyv. Teljes mértékben igazad. Nem is nagyon emlékszem rá, mi volt benne. Ennyit elmondok neked, hogy azt írtad, hogy a tökvőzeliket valaki szereti, vagy nem szereti, az magánügy, de ha valaki nem megy el szavazni, egy ember, az is magánügy, de nagyon sokan nem mennek el, akkor az már közügy. Ugye, ha jól emlékszem, ebben a könyvben olyan emberekkel készítettünk interjúkat a Judittal, akik, hogy úgy mondjam, nem a bejáratott utakat választották, és akik mondjuk konfliktus helyzetbe kerültek, vagy nem kerültek konfliktus helyzetbe, de mindenféleképpen, hogy úgy mondjam, keltek a saját elveik mellett, és vállalva a konfliktusokat is, végigmentek a saját útjukon. Egy picit beszéljünk ezekről az emberekről, mert engem az is érdekel, hogy ez a, ott a pár év alatt, ami közben eltelt, hogy mi változott. Tehát az első történetben ugye van egy 6 gyermekes család, és Ili, aki úgy látszik, hogy azóta egy nagyon komoly karriert is befutott. Hát Ilona Vác polgármestere lett, tehát itt még csak hogy gondolkozott, hogy egy ilyen civil szerveződés, és azt hiszem, hogy ő most az utolsó választáson lett Vác polgármestere. Tehát akkor mégiscsak, amikor ti kiválasztottátok azt az 5 szereplőt, ezek barátok ők barátok voltak. Tehát nem mondom, hogy barátok voltak, hanem a tágabb és a szűkebb környezetünkben olyan emberek, akiknek volt egy nagy története. Hát olvassák el, úgyhogy ezt most nem fogjuk itt elemezgetni. Egyáltalán nem, biztos, hogy lehet még kapni egyébként, most csak úgy mondom.
újra ki kell adni. Második kiadást. Főleg a Libri, igen, ő fogja most kiadni az én könyvemet. Akkor majd már. Amit én most újra olvastam a könyvet, mert természetesen, amikor megjelent akkor is, tehát bennem azért élez egy kicsit elevenebben, de hát ugye Cserdi polgármestere az egy olyan életsors volt, és egy olyan életút a példamutató, hogy szerintem nagyon nagy hiány, hogy ő most hát nincs. Ugye nem régen halt meg a Bogdán Laci, igen. Te hogy ismerkedtél meg vele? Úgyhogy lementünk Cserdibe. Illetve, hogy előtte találkoztunk valami tévében, és akkor ott beszéltünk pár mondatot, de úgy igazán ott. Meg hát úgy, hogy mondjam, azért ez nem egy nagy ország, tehát akik körülbelül ugyanazt próbálják mondani, vagy képviselni, hogyha nem is szó szerint, akkor azok egy kicsit, hogy úgy mondjam, odafigyelnek egymásra. Van itt egy afganisztáni fiatalember is, akinek a sorsát utána te nem követted tovább. Nem tudom, tovább. Mi van vele, de szerintem ő biztos itt menet. Igen, aki 5 évig tartott, amíg egyáltalán idáig eljutott, és valami gíroszost vezetett. Igen, gíroszost vezetett, és tökéletesen beszélt magyarul, és teljesen magyar barátai voltak. Tény, hogy ez még a hivatalos nagy, hogy mondjam ezt finoman, ilyen menekült ellenes filozófia, vagy menekült ellenes propaganda előtt volt. Tehát nem tudom, hogy ő ezt mennyire bírta, hogy maradt-e itthon, de ő teljesen magyar emberként működött, és magyar emberként élt, és magyar barátai voltak. Aztán szerepel benne Márk, a baleseti sebész, Nádasdy Ádám élettársa, és nagyon érdekes azok a történetek, amiket, és minden példaértékű egyébként ebben a könyvben. Igen, arról szól, hogy nem, hogy senki nem adja magát, tehát ezek az emberek nem hagyták, vagy nem adják magukat, és végigmennek a saját útjukon, aminek lehet, hogy egy nagyon tragikus vége van, de akkor is egy nagyon, nagyon egyéni és nagyon vállalt út. És itt van Ilona, és akkor már ott tartunk Szentesen, a Horváth Mihály gimnáziumban, Ibolya. Vagy Ibolya Horváth Mihály gimnáziumban. Neked osztálytársad volt, aztán később ő itt tanított is, illetve tanít, és azóta is ott van. Hát Szentes, hát a Szentes megkerülhetetlen, gondolom. És nem tudom, hogy mennyire jársz most vissza, vagy mennyire ápolják ott a te nagyságodat, és egyáltalán mennyire foglalkoznak azzal. Nem ápolják, de nem is kell, hogy ápolják. Uh-huh. Egyrésztről egy nagyon más típusú gondolkodású vezetője lett a gimnáziumnak, nem is olyan, hát most már szerintem hosszú évek óta, tehát a drámai tagozat, amit a bácskai Miska bácsi, meg a Keserű Imre, meg a Dózsa Erzsi, meg a Majtény, meg ezek csináltak, meg amit az Ibolya folytat, ugye, akivel ott jártunk. Tehát, hogy ez egy nem ugyanolyan megbecsüléssel van szerintem ez a tagozat ebben a gimnáziumban, aminek szintén, hogy mondjam, milyen érdekes, egyáltalán nem tudjuk megkerülni a politikát. Szóval, tehát, hogy ez egy ilyen furcsa, voltak ilyen mindenféle nagyon erős konfliktusok is a gimnáziummal, hogy ez egy ilyen liberális keltető és egyebek, azok a mondatok hangzottak el a gimnáziummal kapcsolatban, ami most az SZFE-vel kapcsolatban, de hogy a tagozat megy, a mi osztálytársak, mi abszolút tartjuk a kapcsolatot. Bácskai Erzsi néni, aki egy csodálatos magyar tanárnő, most volt 90 éves, vele egy csomóan lementek köszönteni, én nem tudtam lemenni, én csak internet. Szóval, hogy ez az istálló, tehát ez a dráma is istálló, ez abszolút létezik, és abszolút tartja magát, és abszolút figyelnek egymásra az emberek. Bőcsök Enikő. Ugye ő is osztálytársad volt, ugye? Másfél évig, igen. Másfél évig. És őt meg most veszítettük el. Hogy mennyire a színészet, hogy mennyire illékony ez. Ilyenkor az ember úgy belegondol abba, hogy egyik pillanatban még itt vagyunk, és,
és rólunk szól az élet, illetve mi próbáljuk úgy alakítani, ahogy nekünk az jó, és akkor egyszer csak jön egy pandémia, jön egy betegség, jó, de ez jön nem valami törés. Minden nem igen, élet. Igen, de hogy te ezt hogy éled én meg? Ezenek nem foglalkozom. Tehát én nem foglalkozom. Most például hogy éled meg az mostani helyzetet? Mit? A pandémiát? Igen, igen. Tehát hogy mennyire érzed azt, hogy te most otthon vagy, hogy azt tehetsz, amit nem akarsz. Vagyok hajlandó kikészülni tőle. Hullámzó biztosan, meg hát azért én dolgoztam, vagy mi az, ugye a színházak megpróbálnak dolgozni, legfeljebb az elkészült előadásokat a nézők nem láthatják majd, hogyha elmúlik a pandémia, és akkor, tehát hogy mi próbálunk valamit csinálni, vagy próbálunk működni, de én elég jól el vagyok otthon, de ez abból a fajta praktikusságomból adódik, hogy amin én nem tudok változtatni, ezen én nem szoktam foglalkozni. Tehát én most örjönkhetek, hogy így, meg úgy, meg amúgy, mert akkor például ide se kellett volna jönni, ugye, mert hogy emberek közé az ember nem megy, de hogy én próbálok lenni, de én nem foglalkozom ezzel minden pillanatban. Ez van. Aztán majd, amikor nem ez lesz, akkor azzal kell foglalkozni. Ezen nem tudok változtatni. És olvasol olyan műveket, készülsz olyan dehogy rendezések. Dehogy tehát olvasok. Mire készülsz? Zenét, semmi. Azt hallgat, gondolom. Hallgatok, komoly semmit zenét. Nem csinálok, el semmi. Vagyok. Hát évtizedek óta nem volt arra lehetőségem, hogy csak úgy el legyek. Én nem vagyok egy ilyen... Persze, hát olvasni olvasok, de azt olvasom, ami érdekel, tehát hogy egyáltalán nem egy ilyen készülős fajta vagyok, vagy nem így készülök. Tehát nincs a fejedben az, hogy most a következő rendezésemet összerakom. De van, most... de ahhoz nem kell olvasni, és ahhoz nem kell pandémia, és ahhoz nem kellenek könyvek. Tehát az én szakmámban az a jó, hogy ez bárhol lehet művelni. Igen, tehát gondolkodni bárhol, bármilyen pillanatban lehet. Te fiatal korodban is zenéltél. A zene az milyen szerepet játszik most is az életedben? Hallgatom, és nagyon szomorú vagyok, hogy nem voltam elég tehetséges zenész. Igen? Ez sajnáló? Jaj, nagyon. És akkor hogy vagyunk a festészettel, hiszen 2000-ben Fonyódon a gimnáziumban igen, még kertes. Én voltam, jó, aki segítette összehozni a kiállítást. A telepofa az festeget, tehát hogy... Nem izé, miért? Hát azok komoly festmények. Nem annyira komoly festmények. Nem? Én gyűjtök festményeket, és akkor néha szoktak jönni barátaim, és akkor kérdezik, hogy te festményeid hol vannak, és akkor én mindig azt mondom, hogy nálam festőképei lógnak. Tehát, hogy jó, ez egy ilyen hobbi, ami talán párosul valamiféle kifejlett vizuális érzékel, de hát én nem tartom magam festőnek, meg ez egy ilyen, meg az én exhibicionizmusomból adódik az, hogy ez, tehát ez nem maradt titokban, de hát ezen, de ezek ilyen játékok, tehát annál nem többek, mint játékok. Írás? Nem tudok írni. Na, én kíváncsi lettem volna, hogy szeretnél-e valaha. Nem, egyáltalán nem szeretnék. Írni? Nem. Az írjon, aki azt tud. Meghagyod azoknak, akik tudnak írni. Mondd ide, Budaörshöz téged egy elég komoly szál köt, hiszen akár a Tolstoj dal, ugye, vagy pedig most a Bomásé, a Figaro házassága, amit annak idején magad is rendezted, játszottál is, és most egy egészen más felfogásban itt előadtál. Hála jó Istennek, mi meg tudtuk nézni, és remélem, hogy majd a vírus után újra meg fogjuk tudni nézni. Tehát ez a kapcsolat, ez mennyire élő, és mennyire érzed magad itthon Budapesten? Én nagyon szeretek itt lenni a színházban, ez egy kis színház, ami az elmúlt években azt gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon nagy léptekkel, nagyon-nagyon-nagyon minőségi helyé vált, és amikor a Berzsény Balog Ádám, Bellag Ádám, aki az igazgató, ő ide került, akkor ő mondta, hogy én szeretném, vagy szeretném, hogyha én folyamatosan dolgozni. Tehát én itt nagyon szeretek lenni, tehát én itt otthon vagyok teljesen. Most is az interjú után megyek egy megbeszélésre, mert ha minden igaz, akkor március elején elkezdünk egy új darabot próbálni, úgyhogy... Hát kívánom, hogy ez így legyen mindenképpen. Mondd, és a külföldi kapcsolatok a továbbiakban is, mert azért ne felejtsük el, hogy te nem csak országon belül dolgozol, és az opera rendezések is. Ugye és minden leállt, minden megváltozott, senki nem tud semmit. Tehát egyrészt azt gondolom, hogy a pandémia, másrészt azt gondolom, hogy visszahívtam mindenhova, dolgoztam, ugye nagyon különös helyeken dolgoztam az elmúlt időszakban. Tehát, hogy
De itt Ecuadorban ugye az ország harmadik opera előadását, az ország történetek harmadik opera előadását csináltam, ami nagyon jó volt, meg nagyon sikeres volt, és szó volt arról, hogy folytatjuk, de ugye annyi minden, olyan nagy munka előzi meg azt, hogy az ember el tudjon menni 2 hónapra külföldre, hogy ezek olyan bizonytalan dolgok, amikről én most nem tudok beszélni. Vannak kapcsolatok, voltak munkák, voltak felkérések, de hát ugye minden dőlt. Majd meglátjuk, hogy hogy lesz, hogy mint lesz. Mond, változik valami a te életedben most? Tehát ugyanúgy a kutyáddal gondolom, a séta, amit mondasz ugye, hogy a gondolkodás az ugyanolyan, tehát akár van pandémia, akár nincs pandémia. Tehát saját magadon milyen változást vettél észre az utóbbi időkben? Jaj, nagyon hízom. Ez minek köszönhető? Az ülésnek van olyan, hogy szeretsz enni, vagy megtanultál főzni? Nagy, nem, mindig is tudtam főzni, bocsánatot kérek. Pardon. Hát azért ugye kevesebbet zakatol az ember. Meg sokat van otthon, és akkor meg kell tanulni, hogy ne nassoljál sem ezt, sem azt, sem amazt. De hogy úgy lényegében nem változott az életem, annyiban változott, hogy lelassult. Tehát, hogy... De én nem történtek velem ilyen őrületes felismerések, és nem tisztultam meg, és nem gondoltam át az életemet, és nem lettem új ember. Én aránylag eléggé önazonos életet éltem mindig, és most is azt élek. Tehát nem voltak nagy felismerések. Mondd, ez a 13. kerület, ahol végül is otthonra találtál, és ahol díszpolgár is lettél. Tehát ez neked, ez a közeg, ez mennyire fontos, mennyire jó, mennyire inspiráló, mennyire szeretsz ott élni? Én nagyon szeretek ott lakni, mert nem mint egy kisváros. De ebből a szempontból úgy biztos ugyanolyan, mint Budaos. Tehát, hogy ez egy kisváros, kisboltokkal, ismerik egymást az emberek, és az egésznek van egy ilyen furcsa, nem lenne lejáratva szó, azt használnám, hogy polgári hangulata. Miközben van egy nagyon nagy szabadsága, nagyon sok fiatal van ott, nagyon sok kolléga lakik ott, tehát, hogy egy ilyen nagyon élő része a városnak, miközben a metropolisság, az meg nem nyomja rá a bélyegét a kerületre. Hát meg érted, egy olyan hely, ahol épp most láttam a táblát a kutyasétáltatásnál, hogy a Tátra utca bizonyos szakaszát, nem tudom milyen zöld övezetté, meg zöld utcává csinálják. Tehát, hogy... Nagyon jó. De meg, hogy olyan nagyon emberi, én azért szeretem. Én emlékszem rá Hegedűs Gézához, Géza bácsihoz jártam annak idején oda a rádiófelvételeket készíteni néha a lakásán. Akkor mindig azt lakott? Mondta, ő ott lakott a Vix Színház oldalánál pont. Ha is itt, nem tudom. Na én is ezen gondolkodom, hogy milyen utca volt az ott. Nem, a Tátra utca a másik fele, ami Salla Imre, igen, ami Salla Imre utca volt. Igen, Salla Imre utca volt. Ez a Pannoniával párhuzamos. Így van, pontosan. Ditrói Mór utca 3, pontosan, 3. emelet. És mindig azt mondta, hogy hát nem képzelem, hogy ő átmegy Budára. Szóval hogy ez Budapest, és itt zajlik minden, és itt a színház, és ugye itt van a főiskola, és minden egyéb. Mondd, a tanítás, az mennyire forog a te fejedben? Nem forog. Nem is kértek meg soha? Sem az én fejemben nem forog, sem a mások fejében nem forog. Na azért kérdezem. Úgyhogy én is megsértődhetnék nagyon-nagyon erősen, és akkor lerombolhatnék valamit, mint ami most történt a Színművészeti Egyetemmel. Vagy nem hívtak tanítani, vagy nem úgy, ahogy én szerettem volna. Bábosztályokat tanítottam, illetve szemesztereket csináltam, illetve vizsgákat csináltam. Voltak is előadásaid ott. Persze, a igen. Azt gondolom, hogy aki nagyon aktívan műveli a szakmáját, az szerintem nem tudom, hogy tudja összeegyeztetni a tanítással. Annyira szerintem egész embert kívánó dolog. Uh-huh. Tehát én 2,5 hónapot töltöttem a 1 osztállyal, de a 3. napon az ember azon veszi észre magát, hogy megkérdezi tőlük, hogy ettek-e, vagy hogy mi a bajuk. Tehát, hogy lesz egyszer csak 15 félig felnőtt gyereke. Tehát, hogy egy nagyon nagy felelősség, és én nekem annyira pörgött a szakmám, vagy reméljük fog még pörögni, így van. Hogy én nem bírtam volna ezt felelősséggel vállalni. Nem véletlen, hogy mit tudom én, a Gálfi Laci, amikor tanított,
mert végigvitt egy osztályt, a Fehér Tibiék osztályát, akkor ő mindenhol szólt, tehát alig játszott, tehát ő akkor a tanítást választotta. Én nem tudnám ezt, azt hiszem, hogy meglépni, mert annyira, igen, nem tudnám ezt meglépni, tehát hogy felelősség, és szerintem félkézzel ezt, nem vigyázok, hogy mit mondok. Én nem tudnám összeegyeztetni ezt a fajta teljes embert kívánó felelősséget azzal a pörgéssel, ami az én szakmámban volt. Vannak olyan fiatal színészek, akiket te folyamatosan foglalkoztasz, tehát vannak olyanok, akik fordulnak hozzá, tanácsot kérnek, tehát akinek te egy etalon vagy, és a véleményed fontos. Nem tudom, hogy vannak-e ilyenek. Tehát hogy látod? Nem foglalkozom ilyennel. Én nem foglalkozom a saját. Én nagyon keveset foglalkozom saját magammal. Bármi furcsán is hangzik. Na ezt is most megtudhattuk, látod? Erre is jó egy ilyen beszélgetés. De hogy egyáltalán fölhívnak téged színész kollégák? És, hogy? Például megkérdezni, hogy te hogy vagy, illetve megmutatni egy szerepformálásokat, hogy nézd persze, meg, hogy ez neked hogy tetszik, vagy mondj róla véleményt, vagy adj hozzá egy pici kis tanácsot, persze. Vagy ilyesmit. Igen. Mert ugye itt is figyelem, hogy mit tudom, Makranci Zalánnal is többször dolgoztál, ugye itt is, tehát hogy vannak olyan színészek, akiknek úgy látszik, legalábbis én úgy látom, akik nézem az előadásaidat, hogy azért úgy egyengeted az életüket, és hívod őket. Hát amikor tehetem, igen, őket. Tehát van, akit kedvelek, és akit akár kedvelek. Akár az Átriumban, akár akit kedvelek, vagy máshol. Akit, igen, annak megpróbál az ember segíteni, vagy megpróbál lehetőséget adni. De ez nem így van. Tehát igazándiból ennek nem ez a lényege. Tehát én nem azért dolgozom, tehát én nem vagyok egy nagyon jó fej, mert hogy az Alánnal dolgozom. Azért dolgozom az Alánnal, mert az Alán nagyon jól megcsinálja azt, amit én akarok. Tehát ez ugyanolyan adok-kapok dolog. De természetesen az, hogyha van egy őszinte szakmai, meg emberi viszony, az csak jó. Most így a pandémia alatt fölhívjátok egymást, így a színészek, meg a igen, kollégák? De, igen. És miről beszélgettek? Jaj, nem ilyen? Tudom, Ágnes, olyanokat kérdez el, hát mit tudom, mert valamikor fölhívjuk, valamikor nem hívjuk. Én nekem nagyon jól esik, hogy nem kell beszélni. Igen? Jaj, nagyon. Tehát úgy gondolod, hogy olyan sokat kellett eddig az életemben állandóan kommunikálni beszéltem. És beszélni, hát hogy állandóan. Beszéltem. Hát az ember a barátaival beszélget természetesen, és a barátait hívja föl. Azok között vannak színházi emberek, és vannak nem színházi emberek. Igen. De persze kommunikálunk, de nincs egy ilyen lelki segélyszolgálat jellege a dolognak, hanem ugyanúgy normálisan, mint más én ember. Én csináltam a pandémia legelején, ezért jut eszembe. Milyen lelki segélyszolgálat? Ja, hiszen meghalnék. Képzeld el, amikor kezdődött, akkor én felírtam így viccből, hogy Dr. Linka rendel a Facebook oldalra, és hívtak. Nem mondom azt, hogy naponta 100-an, de néhányan igen, és nagyon jó volt egy kicsit így beszélgetni. Aztán ez így lecsengett, persze. Csak gondoltam, én nem vagyok hajlandó igazán ennek a dolognak a... Tehát belemenni, belemászni ebbe. És igen, mert azt gondolom, hogy ennek milyen lelki részei lesznek, azt nem tudjuk. Azt majd megtapasztaljuk. Én ezt megpróbálom nagyon praktikusan kezelni. Tehát megpróbálom nagyon praktikusan kezelni, hogy ez egy olyan dolog, aminek lassan-lassan meg lesz az ellenszere, és meg tudjuk azt oldani, hogy ez ne akadályozza meg az életünket. Mondd, és az éneklés, hát én nem hittem volna, tehát amikor én téged megláttalak Higgins professzorként, meg kell mondanom, a Centrál Színházban, gondolom, hát én sok mindent gondoltam, meg láttam eddig is a Robitól, de hogy ez is lesz, erre nem gondoltam. Ez nem, de ezeket nem én találom ki, hogy én legyek a Higgins professzor, ezt a Puskás Tamás találta ki a Centrálban. Jó, ott nem kell azért olyan nagyon nagyot énekelni, tehát azért az de ugye lejátszhatunk már beszélni. Jó, hát Bácsit is énekeltem, meg Bács Ferenc is énekeltem, hát meg. Most Darvasi, erre majdnem mondtam valami Darvasi csúnyát, Darvasi hogy a Bács Iván. Ferenc énekelte. Az Iván nem énekelte. Nem, én úgy emlékeztem. Nem. Besenyei Lajos. Volt. Besenyei se volt, a Básti Lajos Besenyei is volt, Higgins szerint. Volt, nem ide tudom, nekem. Nem az, hogy a Básti Lajos hosszan volt, jó volt a Lehóval. Igen, a Lehockival. Igen, akkor volt, aki a Galambossal, és volt, aki a Psotával. Én nem emlékszem. Tudom, a Psotával se tudom. A Leo ott volt a bemutatón. Ott volt? De jó. hogy hát az része a dolognak.
lejátszottunk belőle, már nem emlékszem pontosan, közel 300-an. De valóban, mivel az ember olyat csinál, amihez nem ért, ez mindig arról szól az este, hogy oké, csak a dalon legyünk túl, és akkor még a végén van az a dal, és akkor azt is valahogy ússzuk meg. Hát ez egy nagyon, tehát énekelni az nagyon nehéz. Az nagyon nehéz. Az egy nagyon-nagyon más műfaj. Mondd, van olyan műfaj, hogyha felkérnének, vagy bármi, amit te nem vállalnál? Hát balett előadásban biztos balettben nem lennék. Operában. Énekelni sem énekelnék operában, igen. Biztos, hogy nem. Akkor nem is tudom, nem nincs is már más műfaj, gondolom, amit mondjuk te ne próbáltál volna ki, vagy ne rendeztél volna, vagy ne csináltál. Az egy más dolog, hogy attól, hogy az ember rendezett, nagyon sok mindent ki lehetett, valóban nagyon sok műfajban lehetett megnézni, hogy mit tud az a műfaj. De ott nem én, tehát ott nem nekem kellett csinálnom a műfajt, hanem ott szakemberek csinálták a műfajt. Rendezés, játszás, egyensúlyó, ez a továbbiakban is így fog maradni? Úgy gondolod, hogy játszom is, meg rendezek is? Miért valamiket abba kéne hagynom? Nem, éppen ezért kérdezem, amikor mondod, hogy teljes embert igényel, ugye, mint a de tanítás két, is. De egyszerre csinálom. Igen. Tehát éppen erre gondolok, hogy akkor mind a kettőt azért ugyanígy az, hogy én annyira csodálatos lenne, hogy ezt én határozom meg, nem én határozom meg. Én a piacból élek, én oda megyek dolgozni, ahova hívnak. De gondolom, van úgy, hogy évekre előre már hívnak, és nem is tudnak egyeztetni. Van olyan is, persze, de akkor is az, hogy én éppen mit csinálok, vagy melyik kerül előtérbe, vagy melyikből van több, azt nem én határozom meg. Nem is volt olyan, hogy azt mondtad, hogy én most ezt itt meg szeretném rendezni, vagy ezt a szerepet de, én itt el de nem, szeretném de játszani. Bocsánat, de nem, de sajnos nem Hollywoodban élünk. Ó, Istenem. Tehát, hogy nem arról szól, hogy én azt mondom, hogy ezt akarom itt meg ott, nem. Arról van szó, hogy valahova hívnak, és akkor ott, ha hívnak, ugye ez egyre szűkül, mert politikailag nem vagyok elég korrekt, hogy a kormánynak, hogy miért lögtem be ezt a mondatot, nem tudom. Egyébként. Szóval hívnak, mindenképpen hívnak. Arra de például helyre, tudom, igen. Hogy a sötétség hatalmát azt te javasoltad viszont. A Figarót is én javasoltam. Igen, Figarót is te javasoltad. Igen, és mind a kettő, hála jó Istennek, hogy itt a közönség erre nagyon fogékony. Ugyan Pestről is rengetegen jönnek ki, azt figyelem. Tehát ez nagyon jó ennek a színháznak, hogy nem csak de a helyiek ez, de ez nem attól függ, hogy én mit szeretnék csinálni, tehát hogy ugye a sötétség volt az első munka, ott az ember megismeri a társulatot, és aztán utána közben ugye volt egy Elektra is, tehát hogy... Így van. Tehát a Figaro az azért lett, mert az Elektra alatt eszembe jutott, vagy így becsúszott, hogy ő lehetne, tehát hogy a társulat meg a színház határozza azt meg most már, hogy jobban ismerjük egymást, hogy körülbelül mit fogunk csinálni. Mondd, és a körülmények mennyire befolyásolnak, mert ugye itt nálunk ez egyben egy művelődési ház és egy színház. Tehát nem mindig ja, a legmegfelelőbbek. Szobába kell próbálni, és az igen, ember nem megfelelőbbek mindenhol, de lehet, hogy jó, én azt gondolom, az átriumban sem volt mindig annyira nem, olyan, én azt gondolom, hogy ez a társulat, sem. Meg ez a munka, meg ez a város megérdemelni azt, hogy önálló színháza legyen, de ezt a polgármester úrnak is többször elmondtam. Ő úgy, is hogy, elmondta már többször, hogy erre lenne igény. Úgyhogy... De, megvalósítható terv. De ez megint olyan dolog, hogyha az ifjúsági klubba kell próbálni, akkor én most felhetem az asztalt a Latinovics színházba, és hisztériázhatok, de attól még a kötőszakkör lesz a nagy teremben, és nekünk az ifjúsági házban, vagy ott a klubba kell próbálni. Tehát ezek olyan dolgok, amiket nem lehet változtatni, azon nem kell izélni. És nem azon a 8-10 vagy 3-4 próbán fog múlni az, hogy az előadás létrejön, vagy ne jön létre. New Yorkban a 30 szereplős kortárs operát, ami az egyik legfontosabb kortárs operájuk, azt egy háromszor ekkora teremben próbáltam, 30 emberrel, egy kétszintes díszleti jelzéssel. Tehát, hogy... Akkor van erre precedens. Sok helyen van erre precedens. Nem nagyon tűri el ez a fajta... Hát föl kell készülni, na. Mondd, a természet, az a te számodra mit jelent? Hogy micsoda? Hogy kimenni a természetbe, jaj, hogy hát elhagyni a nagyon hideg, harmadik nincs nagyon kerületet, meleg, és sétálni nincs sár, kivisztek autóval.
Nem, én, de nem, nem, nem. Valamelyik nap voltam épp Zalában valamiért. Én nagyon, én jól el vagyok a természetben, nem járok sűrűn kirándulni. Nem járok sűrűn kirándulni, kéne többet majd. Na, hát akkor most van még egy ilyen megvalósítandó szél. Most fogok majd persze a sárba idegbe kirándulni. Nem, hát jön a tavasz, hát jön a tavasz, remélem már tudunk dolgozni. Igen, és az a dolgozás az azt jelenti te nálad, mert tényleg évek óta várlak ide a műsorban, hogy akkor hajnaltól éjszakáig? Hát az azt jelenti, hogy délelőtt próbálok, délután van valami, és este játszom. Igen, tehát végül is reggeltől estig. Igen. Hát igen. Igen, és hétvégén is pontosan ugyanúgy. Hát a színész az hétvégén hát dolgozik főleg. Így és van. Ugye ráálltak a színházak arra a pandémia előtt, az egymével most egyre nehezebb egyeztetni az embereket, hogy hétvégén nagyjából majdnem mindig mindenből kettőt nyomunk. Uh-huh. Igen, tehát délután. Tehát, hogy szombat, vasárnap négy, három vagy négy előadás van, és nem kettő. Fizikailag hogy bírod? Jól. Mondott, egy picit hízom, de hát az csak jó, mert van tartalékod nem, legalább. Nem, az nem jó ízni. Kihízom a karakterem, az nem jó. Ezt egyszer kihízom a karakterem. Mennyire figyelsz a külsődre, a fizikai egészségedre arra, hogy lélekben és fizikailag is egészséges legyek? Azt mondják a tanulmányok, hogy milyen a fizikai, tehát hogy milyen állapotba kerül a tested, főleg úgy, hogyha öregszel, az nagyon erősen 70-80%-ban attól függ, hogy milyen minőségű dolgokat eszel. Mm-hmm. Tehát erre én nagyon figyelek, hogy mit teszem. De nem ilyen görcsösen, meg én nagyon szeretek enni, tényleg nagyon szeretek enni, és aránylag mindenevő vagyok, de hogy én nagyon figyelek arra, hogy minőségi dolgokat. Tehát, hogy a minőségi alapanyagból. Csak kimész a piacra, és vagy a piacra megyek, vagy van az a két hál, van a hentesen, van a zöldségesen, van a sajtosom. És ez valóban több pénzbe kerül, de hogy erre én nagyon figyelek, hogy jó minőségű kaját enyek. Ez biztos így van, az én apukám orvos volt, és ő is mindig ezt mondta, még annak idején is. Úgyhogy ez valós tény. Én nem iszom alkoholt egyáltalán, most már hosszú évtizedek óta. Kávé? Kávé. Kávé, cigi. Ez nagyon szörnyű, igen. Uh-huh. De hát így, meg az ember, én azt gondolom, hogyha azt csinálod, amit szeretsz, vagy aránylag önazonosan tudsz működni az életedben, annak abszolút kihatása van a fizikai állapotodra is. És természetesen, ahogy idősödik az ember férfi létére, már a reggeli vitaminadagon, meg a nem tudom milyen megelőző, meg a nem tudom milyen bogyó, az már egy fél maréknyi. Tehát, hogy ezt, hála jó Istennek, nem voltam beteg, maradjon is így, de hogy tehát amit lehet, megteszek. Nem élek ilyen nagyon, többet kéne mozogni, nem élek ilyen nagyon görcsösen egészséges életmódot, de figyelek rá. De Robi, figyelek. Itt vannak különböző fogalmak. Jaj, de utálom ezt, de húzok. Még nem is tudod, hogy mit utálsz. Dehogy nem, hogy ki kell húzni, és el kell mondanom, hogy... Hogy? Micsoda. Na hogy? Na nézzük meg. Hogy szerelem, van. Na. Arról nem beszélek, igen. De van az életedben? Mondom, nem beszélünk. Nem beszélünk, jó, akkor megyünk a következő. Jó, akkor egyáltalán beszélünk arról, hogy mi az érzelemről, tehát a szerelemről, mint érzelemről, a te véleményed. De a darabokban például. Hát gasztronómia. Is... Na tessék, hát ez már most imádom, volt. Imádom, imádok ez már enni. Most volt. De hogy mindent imádok enni, tehát a csülök pörköltől kezdve az osztrigáig nagyon szeretek mindent. Tök főzeléket azt ugye nagyon nem szeretem, de hogy úgy nagyjából mindent nagyon szeretem. Rengeteg gyümölcsöt eszem, de például ezt az élet meg zöldséget, mert nagyon szeretem. Igen, ez imádok enni. Nagyon. Imádok enni. De például nem olyan régen kaptam egy ilyen stifoldert Pécsről. Isten. Házi stifolder. Igen. Hát az száguldás. Utazni, repülni. De a repülésben nem a szágoldás a nejek, hanem hogy jössz valannan valahova, és nem is érzed, hogy mész. Nem vagyok egy ilyen gyorsan menős. Tehát, hogy autóban nem szeretem.
Habár még most már annyira jó autók vannak, hogy ott sem érzed a sebességet. De maga a száguldás, hogy így menni, az egyáltalán nem Sose az. Akartál megtanulni autót vezetni? Nem. 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 Hát én figyelj, most ugye elküldtetek értem egy autót, én beszálltam a... Ismerősöm mellé, az igen. Az ismerősöd mellé, és én azonnal elaludtam. És én felébredtem itt. Az én férjem ugyanilyen volt. Azonnal. Soha nem tanult meg autót vezetni. Meg amikor nem tudtunk tovább menni a nagy forgalomban, akkor kiszállt a hídkerés közepén, és azt mondta, hogy akkor megyek tovább gyalog, mert én ezt nem várom. Minden mozgó járművel azonnal elhasszom. Azonnal. Akkor viszont még többet húz, mert akkor egy... Képzőművészet, nagyon vicces dolgokat húzott. Na látod? Nagyon vicces. Miket gyűjtesz? Hát ezt nem mondom. Kortársokat? Is, de is. Nem úgy értem, hogy név szerint, hogy most... Tudjuk, hogy mi van pont a lakáshozban. Nem, azt gyűjtöm, amit szeretek. Tehát valami megszólít. És az lehet, hogy elméletileg vagy művészettörténetileg nem illik össze, de én mindig azt látom a nagy gyűjteményeknél, vagy az öreg gyűjtőbarátaimnál, hogy, hogy ami őszintén kerül be a gyűjteménybe, az teljesen harmóniában lesz mindennel. Hiszen az az embert, a gyűjtőt meséli, nem pedig az, hogy ez éppen összeillik-e vagy sem. Van képzőművész barátod? Sok, igen, sok. Sok. Gondoltam. Szeretem őket és nagyon. És jó kerületben laksz, mert azért ott sok helyen lehet találni tényleg festményeket és meg egyéb antikvitásokat. Csupa olyat húzok, amiről beszéltünk már. Hát látod? Hát akkor húzzál még. De hát most már ennyi nagyon nem, sokat nem, húztam. Nem, nem, mert ott az elsőnél nem válaszoltad. Baleset, jaj. Azt nem szeretem, nem szeretem nem. A baleseteket. Ért valaha valami komolyabb baleset? Igen. De azt is megúsztam. Ez a legfontosabb. Azt is megúsztam. Tehát ez... Az... Ez a legfontosabb. Mi? De én ilyenekkel nem foglalkozom. Tehát nem foglalkozom azzal, hogy baleset, nem foglalkozom... Tehát nem foglalkozom semmi olyasmivel, ami lehet, hogy benne van az életben, vagy lehet, hogy lesz, és rossz. Tehát én ettől nem félek, hanem adja Isten, hogy ne legyen, de ha megvan, akkor azt meg kell oldani. De előre én nem félek ettől, vagy előre én nem szorongok, vagy előre én nem rettegek attól, hogy bezártam-e, ott hagytam-e, betörnek-e, nem törnek-e, nem tudom, mit csinálni. Mit kívánsz magadnak most leginkább, amikor innen fölkelsz ebből a fotelből? Mi az, amit így, magamnak kívánok? Igen, amit magadnak kívánsz. Mi az, amit szeretnél? Akár ami apróság is, tehát nem feltétlenül az, hogy én most Kossuth díjat szeretnék, meg világbékét, ugye, amit szoktak mondani a szépség királynők. Ugye, mert ez mind nagyon jó lenne. Lehessen minél hamarabb játszani. Megértem, én ugyanezt kívánom mindannyiunknak, neked is, és a közönségnek is. Kedves nézőink, a Színtér mai vendége Alföldi Róbert volt, rendező, színművész. Az írót azt ugye nálad nem tehetem hozzá. Én ilyenkor azt mondom, hogy rendező, színész és ember. Rendező, színész és ember. Elköszön a szerkesztőműsorvezető, Linka Ágnes.